Kriszta, nagyon szép versenyzéssel nyerted meg az 1001-est. Én arra vagyok kíváncsi, hogy mit gondolsz, ez számíthat abból a szempontból, hogy bekerülsz-e majd a 4-esbe? Szerintem nem ez fog dönteni, de mindenképp el akartam indulni, mutatni, hogy ezért tudok kajakozni. Nem hinném, hogy ez fog dönteni a 4-es szempontjából. Te hogy gondolod, mi fog majd dönteni? Én szerintem leginkább az fog dönteni, hogy ki tud a 4. klubba a legjobban nevezni. Mire számítasz, milyenek az esélyeid, hogy bekerülj, hogy ez sikerüljön, hogy te legyél a legjobb ott? Én szerintem nagyon jó esélyeim vannak. Én már bizonyítottam, hogy ugye a 4. lyukba tudtunk úgy nyerni olimpiát, hogy én ültem ott. Technikailag szerintem megfelelően nevezek ahhoz, hogy összeillek a többiekkel. És hát én nekem az ott a legjobb hely. Nyilván hatalmas verseny volt, hiszen a mezőny nagyon erős. Te hogy értékeled a szezon eddigi részét? Tehát mennyire vagy elégedett magaddal? Nekem rettenetes a szezonom van, szóval nem akarok itt sírni vagy valami, de az első válogatott nagyon elrontottam. Gondoltam, hogy a másodikon lesz lehetőségem javítani, de sajnos ez a betegség közbeszólt, úgyhogy nem tudtam megint csak kihozni magamból azt, ami bennem van. Nagyon jó tél és felkészülés van mögöttem. Sokkal jobban tudok menni, mint amit ki tudtam hozni eddig magamból mind a két versenyen. Ez sajnos most csak szóba tudom elmondani, nem sikerült megmutatni. De én bízok benne, hogy ezt a bizalmat megkapom, és nagyon örülök, hogy eddig is eljutottam, hogy a 4-esbe egyáltalán most ezek alapján, az eredmények alapján kipróbálnak. Úgyhogy remélem, hogy innentől kezdve a szezonom egy kicsit jobban fog sikerülni, mint ameddig most a két válogató után érzem. Lehet, hogy csak én nem tudom, de mi volt ez a betegség, ami hátráltatott? Hát én múlt héten sajnos az én fiam nagyon beteg volt, én vírusos, nem tudom milyen megfázása volt, és múlt héten sajnos elkaptam tőle, pedig egész évben sikerült egészségesnek. Gondolom a stressz, meg azért nem volt könnyű feldolgozni az első válogatót, és sajnos lebetegedtem, és nem tudok belőle kilábalni azóta sem. Most elkezdtem egy antibiotikumos kúrát 2 napja, úgyhogy remélem, hogy az valamilyen szinten segíteni fog, hogy csütörtökre rendbe jöjjek. Visszatérve egy picit az 1001-esre, mennyire volt nehéz megnyerni ezt a számot? Hát nehéz volt, mert nem érzem magam erőbe, és tudok evezni egy iramot, ami még annyira nem megterhelő, de egy magasabb frekvencián, és amikor már úgy nagyon oda kell magad rakni, akkor érzem a gyengeséget, meg érzem azt, hogy nem vagyok formában. Úgyhogy a vége nekem azért nehéz volt, a Tami adott nekem egy elég jó versenyt, de sikerült megoldanom, úgyhogy ennek nagyon örülök. Köszönöm. Én is köszönöm.